Kívánom neked, édesanyám, élj még sokáig, hogy legyen időm visszaadni azt, mit értem tettél idáig. Terjéki Tünde polgármester anyáknapi köszöntője után a térség hagyományőrző tánckultúrájának kiemelkedő szereplői, a Jásság Népi Együttes táncosai léptek színpadra, úgy méltó megünnepelni a tánc világnapját, mely az ő életüket is meghatározza. Nagyon szeretettel várnak minket, meg hát bebizonyított a közönség a páva során is, vagy akár a primissima díj során is, hogy nagyon szeretnek minket, és mi ezt nagyon köszönjük, és szeretnénk meghálálni többek között ilyen alkalmakkor. Ezek a cuki kishölgyek voltak a közönség egyik kedvencei, képzeljék, a Jászdózsai Mazsoret csoport egyik tagja mindössze 3,5 éves. A Dalma Dance Club táncosai vagyunk, mi 99-ben alakultunk Törökszent Miklóson, ők jelenleg a Jászdózsai tagozatnak az október óta működő mazsoret és modern tánc csoportja, az imént láthattuk őket magyaros koreográfiával. A magyaros koreográfia az fúvós zenére volt, most nekünk a Radecki indulóra. Jelenleg modern tánccal és ugye mazsorettel is foglalkozunk, 13-an vannak az óvodások, és van iskolás csoportunk is, ők pedig 9-en vannak. Velük rendszeresen járunk versenyekre, és most május 18-án Szolnokra is fogunk menni, és ott is láthatják ezt a produkciót, amit az előbb láthattak. Egy újabb éles stílusváltással a Jászberény Dance Fitness Ese is felszántotta a színpadot, megmutatva, hogyan lehet csoportosan magas minőségben rokni. Akár ők is jó példaként lebeghetnek a Vigano Ami Jászjákó Ami tagozatának diákjai előtt, akik szintén vastapsa ösztönözték a Teltházas Színháztermet. Társas és divattáncokat két pár, egy jászárok szállásról és egy jászberényből képviseltem. Utóbbiak a Lehel Melody TSE versenyzői, akiknek komoly célok lebegnek a szemük előtt. Kb. Így 3 éve, mikor elkezdtük, külön táncoltunk, így vegyesen, hogy bárkivel, és így ez a 3. éve. És azért táncolunk, mert hogy jobb célokat érjünk el, és A és D osztályosak legyünk, vagy annál több. Próbáljuk ugye a sikereket elérni, próbálunk minden jobbak lenni, próbálunk fejlődni, hát próbálkozunk. Múlt vasárnap 12 csoport, 130 táncosa lépett fel, 250 néző előtt. Az idén 5. alkalommal kerül megrendezésre. A táncvilágnapja előtt való tisztelgésből a jársági táncos forgatag az első 4 évben Jászdózsán, most pedig az 5. évben Jászjákó Almán került megrendezésre. Gyermekeim is a táncművészeti pályán vannak, a kisebbik ez. Ez adta az indítatást, hogy itt jársági táncos forgatagot szervezünk 2015-től, és a tánc minden fajtáját szeretnénk megmutatni, a latin tánctól a standard táncon át, a hip-hopig, a show táncig, ezeket. A jársági rendezvény méltó volt a Nemzetközi Táncnap UNESCO által kitűzött céljához, miszerint a világ mindenféle táncát e napon illdomos megünnepelni.